el is kezdődött a találkozó. Hajdúszoboszlóek sima egyszerű fekete mezben, és meg is szerzik a vezetést a csöndesnek, újra Valackainál van. Sárosi, Pap gyönyörűen tovább tették a labdát, a Makulya kézről kézre, majd pedig Dombegyházi jött, és egyenlít 1-1. Szabó Péter a beállós a Makulyi csapatban, aki már több mint 10 éve erősíti a Makulyi Egyesületet. Dombegyházi jól kezdi a találkozót, már 3 gólja van, 3-3. Tóth, Kátai, újra Kátai, viszont labdát szerez Valackai, csöndes pedig indulhat, meg lehet a két gólos Makulyi előny, bent is van. Ember hátrányban. Vissza, Pap Tibor lép be a játékba, Pásztor Ronki rá, Pap, Avramov. Nagy védés, ebből pedig már indulhat a Makó, Dombegyházi még meg tudta fogni, de nagyon alacsonyan kapta. Viszont utána nem kegyelmez, belövi az 5. gólját. Pap Tibort váltotta. Kátai lő nagyon távolról. Nagy. Tóth jött be. Most egy lövés Remenyiktől, ami utat talált a hálóba. 12-8. 18 és fél percnél. Sárosi gyönyörű csellel verte meg az emberét. Pap vesztette a labdát, nem volt szabálytalanság. Árokszállás simhet egy az egyben a kapusra. Árokszállási gyönyörű mozdulattal. Bejött Szabó Gyula ide a jobb oldalra. Kátai távolról a sarokba. Valackai, Pap. Pedig egy gyönyörű labdaszerzést követően Tóth Balázs robokhat a kapu felé. Tóth belőtte. 5 gólos hátrányból. Sárosi. Pap, ez is nagy gól volt. Nagy óriási ellánnal érkezett, nincs hetes. Amit reklamálják egyébként nagy erőkkel a vendég kispadról. Velép óriási átadást kapott. Pap Dániel, előre egyenre nem riszkednek a hazaiak. Ander most lő, kapufa, kipattanó meg van árokszállásinak, és hihetetlen, hogy ez a labda hol fért be. Elrontották a hajdúszoboszlóiak, nem tudták megtalálni egymást a labdával. Szóval Pásztor megtalálta Verép Gergőt, aki kipókhálózott a sarkot. Hát, Tóth Balázs pedig Remenyiket indítja. Verép Gergőt kerülné meg, sikerül megállítani? Nem. A gól érvényes, mehetnek közepet kezdeni a Makulyiak. És egyébként 14 perc és 15 másodperc telt el. Remenyik, Pap Dániel mellett. Szép testcsát mutatott be. És fent van Pásztor István. Kander Bence most ül a padon, nem jött fel támadni Valackai. És ahogy befért a sorokba ez a lövés. Remenyik. Újra Kátai középről, óriási felső kapufát lőtt. Kipattanó pedig némi szerencsével Dombegyházihoz kerül. Aki csöndest választja egy az egyben, bent van. Remenyik. Remenyiknek lövésre, és nagy gólt ragasztott Remenyik Zsolt. Vendég szabálytalanság volt, és Patakfalvi már indítja is a játékot. Sóti. Sóti egyedül, remek megmozdulás volt.